Csendes a záhonyi határ magyar oldala pénteken napközben. Néhány autó érkezik Magyarországra, főleg nők. Ez az ukrán férfi viszont hazamenni szeretne a családjához Kijevbe. Szendvicset esetleg? A városba főképpen vonattal érkeznek a menekültek. Segélyszervezetek vizet és szendvicseket osztottak ma a várakozóknak a vasútállomáson. Mindannyian a délutáni csapról érkező szerelvényeket várták. Ádám Ungvárról érkezett a barátaival, még várják egy reggel otthon ragadt társukat. Testvérem Budapesten lakik, oda megyek most. Aztán, hogy mi lesz, nem tudom. Maradt fogjuk ott várni a híreket. Maradt otthon valaki? Anyu, apu, meg nagyapa. Ez pedig már a művelődési ház. Itt szállásolták el tegnap és a ma érkező menekülteket, akik nem tudtak hová menni, vagy még várják az értük jövő rokonokat, barátokat. Hozzánk főként vasúton érkeztek a menekültek, 6 pár vonat érkezett, és egy-egy vonat kb. 500 főt tudott átszállítani. Ez napközben azért tartotta is az 500 fős létszámot. Este már egy kicsit kevesebbek voltak, mert elrendelték a hadközelezettséget, és ezért a 18-60 éveseket már nem engedték át. Ezért az utolsó két vonaton már csak 100-120 ember érkezett. Ők voltak azok, akiket el kellett szállásolnunk. Általában határozott céllal jöttek a záhonyra érkezők. Csütörtökön 80-an éjszakáztak a művelődési házban elhelyezett matracokon. Pénteken már csak közel 40-en voltak, de a délutáni vonat 282 embert hozott a városba. Közülük híradunk kezdetéig körülbelül 20-an kérték a záhonyiak segítségét. Közben folyamatosan érkeztek az adományok. Kicsinek bevihetném, ugye? Persze, nyugodtan, tehát többet is venni. Két kicsikénk van benne. Lehet venni, mert nyugodtan adok szállítást. Hálásan köszönjük. A megyei Vörös Kereszt egy pékség által felajánlott friss kenyeret, polártakarókat, csokoládét és konzervet hozott. Ha a hétvégén még bármilyen nagyobb emberáradat esetleg eléri Záhonyt vagy a többi határátkelőt, akkor hathatósan tudjunk segíteni. Természetesen ez nem csak megyei intézkedés, hanem az Országos Vöröskereszt is ilyenkor helytáll ebben a dologban, úgyhogy most érkezik, majd indulnak el a szállítmányok Budapestről, fektetésre alkalmas eszközöket, hálózsákokat, takarókat, párnákat kapunk, illetve a személyes higiéné megtartására, illetve a helységek takarítására alkalmas fertőtlenítőszereket, kézfertőtlenítőt, maszkot, gumikesztyűt, ezzel próbálunk most itt az első körben segíteni. Ezen kívül elindult az adománygyűjtő vonalunk, hiszen próbáljuk a lakossági segítséget is kérni, hogy majd a bajba jutottak, károsultaknak valamilyen módon tudjunk, illetve a leghathatósabban tudjunk majd segíteni akkor, hogyha erre szükség van. Ez a család Tisza ásványból érkezett, csak a nők és a gyerekek. Az édesapa otthon maradt. Néhány ruhát, a gyermekeknek élelmet és az irataikat hozták magukkal. Ők Kaposvárra, rokonokhoz mennek tovább. Hajnalban a férjem felkelt, én nem aludtam egész éjjel, nem mertem. Aztán ugye mondta, hogy készüljetek, menjetek, mert Kijevbe bombáznak. Na és nincs előre, vagy nincs hátra, mint előre, akkor jöjjünk, mert a gyerekek félnek, meg mi is félünk, hogy a kis apró gyermekeket hová tesszük, vagy hová menekülünk. Úgyhogy ez lett a legjobb cél, aztán nagyon imádkozunk a Jóisten, ezt minél hamarabb vissza tudjunk menni, mert nekem nagyon rossz, hogy a férjemet ott kellett hagyni. Imádkozunk minden, az egész népünkért, mert nem csak, hogy a kárpátai magyarok, mert azok is, akik ott a borzalmas bombázás közt, fegyverek közt, ropogás közt vannak, hát ez borzasztó. Még hála Istennek, mi még ezt itt közelem nem tapasztaltunk, mert ide még nem értek el, de reméljük, hogy nem is fognak. Őszintén reméljünk, bízunk a Jóisten segítségével, hogy ad az ottani honatyáknak értelmes eszet, józan eszet, hogy a nép érdekéért hagyják abba. Ez pedig már Vásáros Namény, ahol napközben a Magyar Honvédség katonai járműveit is láthatta a lakosság. Ma azzal is szembesültünk, hogy a PSH-k és az Ural jármű is megmutatkozott a városban. Arra kérek mindenkit, hogy ettől ne ijedjen meg, ez egyfajta védelmi intézkedés, és a lakosság biztonsági érzetét szeretné ezzel is fokozni a Magyar Honvédség. A térség polgármesterei a városban egyeztettek Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszterrel, miben tudják segíteni a szakigazgatási szervek munkáját.
A magyar miniszterelnök tegnap este Brüsszelben tárgyalt az Európai Unió állam és kormányfőivel, ahol a magyar álláspont végig az volt, hogy közös uniós álláspont kell, és mi mindent támogatunk, ami az Európai Unió tagállamai számára elfogadható. Az Oroszország által indított katonai akciót elítéljük, az elkapcsolatos szankciókat a külügyminiszterek most véglegesítik. Akkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy utasítsuk el a baloldalnak a katonai részvételre vonatkozó felvetését. Magyarországnak nem szabad részt vennie ebben a háborúban, magyar katonákat nem kell odaküldeni, ezt a baloldali javaslatot el kell utasítani, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb a béke újra visszatérjen, és Magyarország ebbe a katonai konfliktusba ne sodródjon bele. Természetesen sokat kell tenni annak érdekében is, hogy a határainkat meg tudjuk védeni, és a menekülteket szervezetten be tudjuk fogadni. Bízunk abban, hogy a háborús veszély a lehető leghamarabb megszűnik, és a NATO tagországok is egységesek, a NATO tagállamok védettségét teljes egészében valamennyi NATO tagállam közösen biztosítja.